Xbox, ok, vettem a Rainbow Six, public match. Mindent match. Ma egy jó kis hosszú izé lesz. Random. Meg jó kis Black Ops 3, azért mert ez egy kedvenc, az új kodok közül, meg a V2, hát az best. Mondom, hogy ezt gondolt. Hát nem rossz, nem rossz. Ma ez lesz, holnap Forza, szombaton ugye szünet van, vasárnap, vagy lehet, hogy holnap lesz State of Decay és vasárnap Forza, majd meglátjuk, hogy mi lesz itt a variálás. Ezt nem holnap State of Decay lesz, mert holnap több időm lesz úgy streamálni. Ma is egyébként több időm van streamálni, mert pont időbe kezdtük, ott vagyunk fél kilenckor, stream pörög, mi van? Aha. Csak itt az ő az háttér, ez így úgy gondolja, hogy őt nem akarja. Most mit szólsz hozzá? Ah, tökéletes. Tökéletes. Na, akkor pattintsuk neki. Nem, hogy én csak multizni szoktam, sztori az így nem nagyon érdekel. Csak a multi a lényeg egyébként. Meg egyébként tényleg ezt jó kontrollerrel is játszani, nem tudom, ez az egyetlen kód, ami így érdekel. BF-et azért nem nyomok Xboxon, mert ott az borzalmas vagyok. Ezek a PC-n tudom egyébként, meg az, hogy link volt már BF-esztőn is. Menjünk ezzel. Hoppá, hoppá, hoppá. Ez nem jött ki. De így megkerültek minket. Ez csak azt jelenti, hogy no para. Baszki, és nem kaptam meg fejbe. Azt a kurva! Pörögnek itt az események. Csak ott hárman vagytok. Aha, értem. Jó tudni. Na itt szerintem itt bemegyünk. Vissza kell szokni ez a pörgéshez egyébként, nem tudom. Itt azért pörögni kell, itt nem szabad lazsálni. Én ott van fent, az a baj. Megpróbáljuk megkerülni őket, hát ez egy jó taktika lesz. Hát ez valamennyi... Hát... Nagyon arra játszik, hogy engem itt ő eltaláljon.
Nagyon rossz. Na jó, akkor megyünk erre. Na, valaki nem akar erre jönni? Nem. Baszki, az velem van, a francba! Hogy állunk? 3-5. Ez a kezdő statnak azt mondom, hogy nem is annyira rossz. Na, csak meg lett. Hű. Hát... Az a itt vagyunk sokan. És hátulról baszki! Na, ez már nem jött össze. Az elképzelés nem volt annyira szörnyű. Na, mondjuk ez nem volt rossz mentés. De menjél már baszki, gránátot minden dobtam, mert mit dobjak még rád, baszod? Emeletes házat, hogy mit? De ez mi? Ez mi, hogy nem tudom kiszedni? 7-10. Na, megvan! Na, legalább kiszedtem. Kiszedtem azt a hülye robotot. Szia, hello, hello, már vártalak. Na, akkor várjál, te napot hagytuk abba a beszélgetést, hogy mi van meg a gépből.
néhányom. 7500 forint. Az almaházak egyébként azok jók. Földre esett. Lecsök. Jó. Ilyen pénztáros vagy? Csak így nyíltan én megkérdezem. Metró. Mondom a 1050 Ti, a streamelésre... Szó-szó. Az egyik havernak laptopban van 1050 Ti, ami egy 10%-kal gyengébb, mint egy asztali verzió. Én már komolyabb játékokat nem tudsz streamelni belőle. Maxos grafikán, akkor le kell venni médiumra egyébként. Tehát a Division meg ilyenek az szalettős. Úgy érzem, akkor nem volt valami jó napod. Jaj, ne már! Nem kedvencem az a pálya. Most ez egy gyors tudatos, hogy ez bejön egyébként. Most fejtett. Azt a kurva. Mekkora hat. Plusz pénzt a fejlőknek. Én nem lennék jó ilyen kiszolgáló eladó kasztással, aki nekem ott elkezdene variálni vagy baszokodni, én úgy rúgnám pofán, hogy a helyszín összecsuplana. Ja, ez ez? Én a másikkal keverem, ez jó pálya. Amúgy azt a sok bunkót nem árt. Hoppá, hoppá! Azt mondta, hogy azt jutott. Majdnem, de én szóltam. Azért ez a becsületesokat számít. Ó, baszki, nem fogok utána tudni menni, mert elcsesztem. Nem szóltak. Egyébként szerintem az általános... Ó, basz! Hogy lehet ilyen rossz lépéseket kihoznom? Tényleg így csoportosulnak, baszki. Ez jó kör volt. Kaptuk. Francba! Ki a két néző. Azt tudom, hogy az egyik az te vagy, abban biztos vagyok. A másik az nem tudom, kicsi, de általában mindig valaki random. Így becsatlakozik. Ahogy ott piros.
de menjél már, baszod! Én tudom, én vagyok. Hát jó van, csak... Megszokásból az a baj, hogy nem az ilyen 20 éves korosztály szokott legtöbb esetben nézni. És van az a korosztály, akinek mindent el kell magyarázni, de szerintem ezt nem kell bemutatni. Azt a kurva! A szamuráj karddal. Most azon gondolkozok. Volt beszélgetés műsorom, ami általában félbeszakad, mert a gaming most átvette a szerepet minden tekintetben. Gondolkozok azon, hogy talán kedden vagy csütörtökön, két napon egy héten, hétköznap felkelnék 5 órakor, és lenne ilyen kis beszélgessük, ilyen kis reggeli műsor, ilyen egy órás. Na húzz el a francba. Csak nem tudom, hogy az emberek hogy érnek le korán reggel. Ó, de jött ennek a közelben ennyire. Hát mindegy, te velem vagy. Úgyhogy a fogyasztások mondjuk elfogadnám azt az 5-8-at, csak nem startban. Heck. Nem hiszem. Ezzel szeretem a konzolt, ugye magát a boxot. Nem tudsz rajta hackelni. Hát, hogy van azért egy-két soró, de még úgy nagyon nem találkoztam. Ó, baszki, a francok ugrálgasz itt a szívbajt hozod rám. Nem úgy, mint PC-n baszki a Rainbow-t is úgy tudják lehozni, hogy olyan VH-kkal. Opa, opa. Baszka, de lehet menni a kis vizecskébe, ezt nem is tudtam. Hát ez nem jött össze.
Azt hittem tovább futott egyenesen. What? Na, legalább Victory van. Ezért szeretem a kódot, mert jó kis pörgős meg minden, mint a WW2 is. Van én elkezdtem nagyon, hogy szeptember 20-án meg kéne rendelni a Switch Lite-ot, nagyon gondolkozok rajta. Kéne az a Switch. És akkor a kis korosodó PSP nem nyugdíjba küldenénk, hanem azt kevesebbet használnám. Csak ugye most azon, ugye, mert valami 30, hát ebből a harmadával lesz olcsóbb, ilyen 30-35 ezerrel. Csak azért nem kapsz azt a Joy-Con-okat, meg nem tudod tévére kötni, ami a legnagyobb problémám, mert az a baj, hogy Nintendo nem tudok streamelni, mert hogyha elkezdenék streamelni, a Nintendo és a csatornát írja, nem az, hogy videót írja, a csatornát. Velük azért nem jó kekeckedni. Olyajajaj, mindjárt 24-es. Redwood. Szegény gép is frissíteni akar. Jaj, de jó! Nvidia frissíteni, ez már mindent. Jó, nincs kőkockavesztésünk, 60 FPS megvan. 6000 kilobit per szek. Oké, okay. Jó van, hát elvileg minden jó. Exodus. Ezt utálom én? Tudom, van az egyik pálya, azt nagyon gyűlölöm. Az a világból ki lehet kergetni. A múltkor kaptam Simfort, és volt a kontroll az asztalon, és így... ilyen kis bizbaszokból épül fel az Elite Controller. És leesett az asztal, és hallom, hogy recs. Baszki, eltört a kontroller. Utána nézem, hogy az Elite csak lecsúszott a kis bizbasz. Mondom, jaj, a szívroham jött rám. Akkor utána kodoztam, nem, BFS-tem, csak nem streambe egyébként. Szomorúan lesz fejkamerás videó, amit majd YouTube-on lehet megnézni, szépen összevágó, kis vezetős. Azokat is elkezdjük jobban foglalkozni a csatornával. Így is foglalkoztam eleget, de nem annyit, amennyit kellett volna. Na ez az, amit gyűlölök. De gyűlölöm ezt a pályát. Ezt nem hiszem el. Baszki, nem is az, hogy megvártam, hogy valami még inkább odafut. A kis szemét. Ezért elkaplak. Na mi van, baszod? Oroszlánnal nem szórakozunk. Ocsá. Na ezt az épületet, ide bejössz.
Ez még az, hogy annyira kicsi zegzugos. És akkor kéne egyébként fegyvert váltani, csak annyi, az izgalom belfelejtem melyikkel. Volt az egyébként azért nem lettem Xboxos egyébként, de szerintem ez mondom, reggelenként szerintem ebből fogom a reggéb beszélgessének kitalált valami jó nevet, meg ilyenek, és akkor melyik napokon lesz, korán reggel. És a beszélgessünk, mint stream műfaj, az így nem megszűnik, átalakul. És szerintem azt is, abban is el fogom mesélni, hogy miért nem lettem sose konzolos, vagy miért vártam vele együtt. Azonban mindig féltem a kontrollától egyébként. Szia Rudika, hello, hello, milyen napod volt? Hoppá, mi ez a csoportosulás? Ma is Xbox van. Amúgy érezd magad megtisztelve, mert engedélyeztem, hogy ezt a szót beírt a chatbe. A szegény autómod már egyből már sípolt, már károgott. De akkor nem forszírozom a témát. Ebben igazán lesz Fortnite szín, úgyhogy szerintem készülj. Aztán jövő hét utáni csütörtökre, vagy péntekre megpróbálom megbeszélni, hogy melyik a kényelmesebb. Akkor úgy beszélem meg a srácokkal, mert nekik is még le kell tölteni, meg ők streamelni akarják. Hát a lábonövő is az nem jött össze. 7-6, ó, hát nincs is olyan szar statisztikám. Ez mi volt, baszod? Nyaralni vagyok. Semmi, no para, no para, akkor majd, amikor majd nyaralásból visszajöttél, akkor majd utána tolunk egyet. Csubiba valaki már nagyon, nagyon aktív, nagyon aktív. Huszonnégy!
mit van kiszedni, baszki? Hát mi van? Na, ennyit mondtam a jó kis statomról, egyből 8-9. Borzalmasan találom ezt a pályát. Victory. Azt komolyan azt hozták. Ííí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 í Édekeményszöveg. Hát én kérek elnézést. Nem mondom, így alakulnak az út, jönnek majd szépen az autós videók, a vlog videók, mumiás videók, mindenféle fasság fog majd jönni YouTube csatornára. Csincs. Mondom, ezen a reggeli beszélgessünk. Nem beszélgessünk, még új nevet találok ki neki. Reggel is, hogy valami jó reggelt, mit tudom én, valami hülyeséget kitalált neki, ébredj gamer, vagy nem tudom valamit. Szerintem kedden vagy csütörtökön lesz, mert én biztos, hogy minden fog bírni felkelni, akkor azt tudni. Az pont jó lenne az, hogy lenne egy olyan kis reggeli műsor, csak reggeli témákról beszélgetnénk. Meglátjuk, meglátjuk. Ez jó pályam. Aha, jöttem nézni őket, ha jól van. 45, 30, 54, 30, 27. Na hát 24-esen kis kicsike vagyok itt, tehát. És mondom, az a vicces, hogy ezt megvettem, hogy tavaly karácsonykor. Karácsony előtt, karácsony 23-án talán akkor vettem meg. 24-én este csak ezzel játszottam, multiban. Nagyon megy. Amit a VV2 összes is, de volt akciózva, megvettem Steam-en. Karantán bedobta, mindig csak azt láttam, hogy oda dobjon be. Meg egy kicsit az alappal, én azt mondom. Itt az lesz a jó. Vagy majd kiderül, hogy vagy a gyors, vagy az alap. Múltkor megcsináltam. Ez a 3v3, ez nem a legjobb kiosztás. De ez, hogy a skin így mászik mindent, azt a Rainbow-ba is beletetnek. Kerüljük meg őket.
szegény csávónak nem nagyon aktív. Tessem, hogy szedtek ki onnan téged? Ú, azt tudom, itt van egy szeméthely, ahol fel lehet ugrani, és onnan úgy tudnak kiszedni, mint a húzat. Nagyon rossz, ez nagyon rossz volt így. Tűzben fölébe fel. Nyugodtan, nyugodtan ráérsz. Szerintem az tovább fog tartani. Ott van a pont, mert nem figyeltem oda, francba. Kiszedett baszod. Hát baszki, azt hittem oda ugrott át. Hát mondom, jó van. Hát itt mozogni kellett volna, ezt elcsesztem. Van mellettem, basz... Hát ez... Az, hogy nem megyek arra, mert biztos, hogy nem ott vannak. Itt van mögöttem. Mi van? Milyen baszod? Az oroszlán beindul. Hello? 10-6, fúj! A taktika jó volt, az irány is meg volt, hogy honnan akarnak jönni, a kivitelezéssel voltak megint problémáink.
Baszki! Ezt a bénát! Ezt nem megszívtam. Nehogy már baszki, eddig annyira... Átadjunk gyorsan. Persze, na hagyjad már magad. Az a baj, az életüket nem mutatja. Még már nagyon kapta. Aha, akna. Megpróbálom őket megkerülni. Tudod, kivel szórakozzál a baszod? Tizennyolc-tizennégy, hallod, olyan statunk van, megzavarod. Na jó, akkor most gyors szünet. Csak mindig tovább. Kéget az eset. Várjál, majd mindjárt mondom a kis bioszeret után.
Na várjál, démon, várjál. Baszki, meg ezeket be kell itt állítani. Jó, megyünk az alappal. Hú, ez egy kurva jó pálya. A vasba. Szörpi. Olyan streamer vagyok, hogy nem egy játékra specializálódtam, vagy szakosodtam. És talán pont ez a vesztem, hogy ennyire nehezen találnak meg az emberek. Mert nem tudom beazonosítani. Valamelyik héten csak lövöldözős van, valamelyik héten Eurotrack, American Track, Project Cars, Forza, ilyenek. Attól függ, hogy mivel van kedvem játszani, vagy mit szeretnék végigjátszani. Például a Far Cry 3-ból is már elég jól állok. Például a Switch általában minden héten szokott lenni. Ritka kivételek vannak, amikor nincsenek. Az emberek megölültek ezért a Westernes cuccér, ilyen nem nagyon. Bocsá. És kivárta, nézd meg, kivárta a kisfiú. Hárman vannak. Egy helyen. Azért ez durva. Gyere, gyere! Most például vannak játékok, amik lekötnek, vagy Forzában is volt az úgy kiegészítő legós DLC, pár napon keresztül 4 órát streameltem belőle, napi 4-et, és nem bírtam teljesen kijátszani. Ez rohadtul tetszett. A... izére gondolsz? A... mindjárt eszembe jut. Mindjárt mondom neked. Ó, pedig tudom mi a neve, amikor Izzy ki kellett menteni a jégért. Az Outbreak, Outbreak, azaz. Azt hiszem kurva jó volt. Nem is tetszik. Az elején... mikor kezdtem, 2017-ben... azt a kurva. Akkor tényleg arról szólt, hogy valami 50-60 órát szenvedtem, mire rendesen megtanultam benne célozni. Most se a legjobb, de... de fogjuk rá, vannak szép pillanatai. Ez olyan, mint a... ó, az izének a filmjében volt benne, a Bruce Willis filmben, hogy... nem tudom pontosan mi a neve. Melyik filmben mondta az, de hogy vannak jó pillanataim. Na én is körülbelül ilyen vagyok. Van olyan, mint egy hullámvasút. Van olyan stream, hogy bármit lehozok. 4v1 no para. Utána meg van olyan stream, hogy úgy szenvedek benne, mint a kutya. Uh-huh. Csönkába. Azt a kurva, a szemét állat már, bocsánat.
Az ablak. Pont a rossz irányba jövök. Az mondjuk a szép volt. Kétszer is benyalta. Hát... Pedig nem mondanám magamnak nagykodósnak, mert kedvencem a Kod 2 volt. Meg tényleg kispöcskoromban játszottam nagyon sokat, még Win 7 alatt. Csak az, hogy 10 alatt nem tudom elindítani. Megvettem 360-ra, ott meg nem működik a multi. Double kill! Mi most is az, hogy vannak szép pillanataim, de nem mondanám magam profinak. Az én a profiktól annyira messze állok. Mint a, az autóma lóerő mennyiségétől. Nem tudom. Miért be a szemét ládézem mód? Hát ezt kikaptunk. Megessük az ilyen, benne van a pakliba. Mondjuk Montén az még oké, de tácsánka. Hát Invitation-ön senki nem választja. Egyedül tácsánkat senki nem viszi. De elég gyorsan fejlődünk, most nem tudom miért. Gondolkozok majd az új switch-em. Első játék, amit megvennék rá, szágyó elé. 25. Oké. Okay. Odafigyelj, de baszok vagyunk. Sniper, köszönöm. Nyugodtan küld el. Nyugtán, best ever. Hoppá, hoppá. Küld már át YouTube üzenetbe, és akkor meg tudom nézni bármikor. Ezt megköszönném.
kurva jó, ez kedvenc. Rudika mostantól hozta a téged. Köszi, Rudi! Hát most menjünk a gyorsan. Köszi. Visszatértem. Én már meghaltam. Best map. Most nem bírom eltalálni. Szóval itt van a csáva. Hightech. Pálya? Hát ez nem jött össze. Kurva jó egyébként. Soha nem számítottam nagy kodosnak. Oda bújt el, oda bújt egy, ú, egy három, jaj. Kettőnél nem van szépen, jövünk fel, mint a talajvíz, baszod. Tudnám, hogy melyik oldalról akarnának kijönni. Nélt is küldtem. Oké, megnézem őket. Kezdesz egy pisztoly és kilenként van. Biztos vagyok benne, hogy van benne. Azt mondom, hogy a VV2-ben van. Megnézhetjük majd. Na a négy az nekem nincs meg. Az még kimaradt egyelőre. Aha, más oldalt vannak. Ez nem jött össze, baszod? És megülem!
Ennyi. No para. Van a négyben. Van az, hogy elindulsz egy... Talán Free for All van szerintem. Talán úgy rémlik a WW2-ben. Kis pisztoly, és ahány killet szedsz össze, és akkor úgy kapsz egyre jobbnál jobb fegyvert. Én nem most játék mód, csak én WW2 nézét szoktam nyomni volt, meg... Team Deathmatch a TDF-et. Szia Gergő, Kemizó! Szombatra készülje! Hát ennyi, utána az offline. Na ebből toljunk még egyet, tesóim! Pattintsuk rá szépen! Ja, várjál, jött javítás a Lumiára az Xbox alkalmazásnak. Lefrissítette, ugyanúgy nem indul el. Ezt kapt ki, öcsém. Ez frissítés a javából. Csak azt nem értem, hogyha nem működik a kód, nem működik az alkalmazás, minek kell duplán refrissíteni? Microsoft. Amit még lehetett, még azt a Lumiába is elcsesztek. Nyugtán... Te nem csinálsz havi frissítést, lehetett erre. Igen, te még kapsz havi frissítést, én már nem kapok egyik első. Xbox a szar, sorry. Várjál, ez most nem az Xbox. Ez a Lumia lévő Xbox alkalmazás. Na, csak sikerült kimondani. Akkor múltkor is kérdezték talán, hogy is használnak Lumiát, és akkor én elfogtam. Mondom, figyelj. Szerintem ennyit le van merülve, de... Él és virul! Hogy van. Aztán PS-es vagyok. Erre csak annyit lehet röviden tömören mondani, hogy Microsoft, köszönjük szépen, ezzel minden be van fejezve. Eredeti Windows-on van a gamer gépen, és én a KS-re kapok főfrissítést, kék halállal szenvedek. Kettő kék halál meg, utána frissíti magát. Biztos velem van a probléma, de... Nekem ilyen egy frissítés. A streamer gépen hallod, ugyanaz a Windows van rajta, másik kód, azt mondja, neki működik. Ez ennyi, hát ennyi apám, csak ki a 950-es. De például most a Note 95 tök jó frissítés. Izé, kamerán valamit csiszoltak, és tényleg jobb lett így a fényerő, sötétben szerintem jobban fotóz. PS4. Hú, írtam. Azt hogy? Kékletibes. Ja. Ennek a fogom egy éves a... Augusztusban lesz egy éves a... Vanes. Semmi bajom nincs vele. 180 ezer forint. Hát most már. Az nem rossz ár érte. Én Note 9-et választottam, mindig én ezt, ez is szerintem, hogy ez is lesz egy jó téma, hogy én mindig, hát... Mindig S-szériás voltam. S Advance, utána jött az S4, S6, S8. Ki? Ki? Semmi baja. Hostile care package overhead. Na, látod, nekem az S7 Edge az a mai napig nagyon tetszik. Ugye én S7 Edge-ről váltottam, ami hát... S is plusz. Na. Én néztem az S10 pluszot, nekem ott van a kijelzőbb az a jobb oldali kivágás, hát az szem húznak a picsába. Hogy néz az ki. Én volt rá lehetőségem, hogy válasszak.
S10 plusz vagy Note 9, és nem az áram múlott, a kurva drága volt mind a kettő aránytalanul. Mert egyébként úgy lett volna, hogy én Xiaomit vettem volna, Mi Mix 3-at, ami szerintem kurva jó áron van, meg egy jó kis telefon. Poszki, ez... Na, várjál, mert a Switch Lite az 66 ezer forint lesz hivatalosan elvileg. Aki szerintem még egy akciót is rápattint. És mondom, hogy a Note 9-et, mert nincs benne kivágás. Azért választottam. Most nekem jöhetnek a procival, meg a kamerával, meg a mit tudom, ilyen tököm tudja mivel. Le is ütött. Ezre szintet honnan az anyukájából tudnak így ugrálgatni? És egyben mögöttem. Jó, hát ezt a kör, ezt úgy engedjük el, ahogy van. Ez nagyon fáj ez a kör. Ez a baba lend. Inkább szerintem úgy hívnám, hogy killend. Így kikapni, baszki. Ennyire profik, figyelj, hát most... És mondom telefonba, néztem az S10 Plus-t. Tetszett a mérete miatt, meg minden. Jó, most ne az áról beszélünk, hogy szerintem a Note 9 séri meg azt a pénzt, amennyire én vettem az a 200 pluszos ár, mert kurvára nem értem meg. És akkor nézem így az S10-et, és akkor van benne az a kivágás, az... Én utálom a notch-os telefont, én gyűlölöm őket, azért az iPhone se tetszett, az X, meg az XS, meg az XM, mit tudom micsoda. Van ez a notch, és utálom a notch-ot. És akkor így ez a bevágás benne, pfú, baszki, meg a Note 10 és már láttam képeket, hogy középen lesz egy kis karika. Igen, Note 9 van. Középen van egy kis karika. Nem úgy, például a Note 9, én azért választottam azt, mert nagy volt, jó aksi van benne ez a kis tollas fasság, mert ugye én mindig ezt szériás voltam, de most inkább Note-ról álltattam. Mennyiért élne meg a Note 9 szerinted? Erre azt tudom neked mondani, hogy olyan, mennyi lett 180 májjel visszatekerekítsed be. 180 ezer, iPhone ez egy tömeggyártó szob. Havernak Xiaomi-ja van, Super Mario Bros. Hát persze, odafigyeljél, hát hogy nem áll, hát... Na várjál. Havernak Mi Mix 3-a van Xiaomi-ja. Meg a Gergőnek is amúgy Xiaomi telefonja van, Redmi 5 talán. És a Mi Mix 3 az, hogy ki tudod csúsztatni. Hogy nincs benne notch, meg keret, meg minden. Egyedül a telefonnak egy hátránya van, hogy az aksi kicsit benne. És tömörre megfogalmaztam a véleményet az iPhone-ról. Figyelj, nekem van egy 5-es sem. És tőtől van. Én ezt használtam, kaptam. Full ingyen volt a telefonom egyébként. Izinek használom. Ott van, írj is tőled miatt. Ez 5-es, ez még így el vagyok. Van egy ilyen másodlagos, harmadlagos telefon, ez így GPS-nek van, meg zenét hallgatni, meg ilyen fasságoknak. De amennyire megveszed a Note-ot, annyira veszel egy Xiaomit egyébként, ami mind rendszerben, mind tudásban ott van a szeren, és csak még egy dolog, az optimalizáltság. Nekem van 6 GB ROM-om a Note 9-ben, a havernak
A Mimix ugyanúgy van 6 GB RAM. Nekem a Samsungos felhasználó felület, meg új, meg mit tudom én minden, 3 GB RAM-ot érzek, hogyha már mennyit valamit 2,5 GB RAM. Na, neki így a Mimix 3 így röhög egyet rám, hogy így, hát akkor figyelj, akkor most 4 GB-t, most megnyitok valamit, megnyitok valami 6 alkalmat, ez maradt 6 GB RAM, 3 GB RAM, és akkor így nézek. Hát, döbölj már meg. Orfon, azaz. Majdnem mindjárt kaptam, most dobjam ki, elég szép állapot van egyébként. Jó, itt gyorsan megyünk át. Kapcsolató látószög tetszik. Na várjál, az S10 ugye meg van a normál, széles, meg telefot, az kurva jó képeket csinál. És amikor ugye én vettem a Note-ot, szerintem ez nem titok, akkor volt 240, 238 ezer. Na akkor került az S10 plusz 320 ezer, és így úgy jöttem vele, hogy a 2000 forint könnyű, és azt mondom egy telefonra, hogy a basszátok meg. Na majd még 300-at fogok én a Samsungnak kijönni, aztán két év múlva meg úgyis ez egy kalapszart nem fog érni. Az vagy szerintem ezek ugyanazok. Jó, a médiában nem vegyél semmit, te telefon, laptop, ilyenek, azt felejtsd el, a médiában ízét vegyél. Tűz helyett, mosógépet, ilyenek, mert azok rohadt olcsó. Általában meg egy-két jó játék akciót kell nézni. Ott nem szabad telefonozni, olyan kurva drágán adják. Fia, BV700-on van. Na látod, azt nem mágom. Ezek ugyanazok megint és megint meg fognak szivatni. Szomorú vagyok. Hát de menjél már az anyukádba oda, baszket, hányszor eltaláltak, hát ne jöjjéskedjél már velem, hogy a fülcimpádat nem tudta megsúrolni. Kettő-két tudtunk eddig összehozni, az jó. Jó, hát ez, szerintem ebből a lobbyból olvasunk két, mert én ezekkel biztos nem fogok szenvedni. Mondom, hacker. Nagyon jól játszik! Nem gyanúsítunk meg senkit, mert ezért is múltkor lecseszett egy csávó, hogy azt mondtam valakire, hogy hacker, és akkor ültenek, hogy mekkora mocskos szemétláda vagyok. Meggyanúsítom a másikat. Nem gyanúsítok senkit. Nagyon jól játszik. Mondom, telefon, hát az a vicces, hogy amikor ma ott adtok egy telefon 300 ezer forintba kerül, hát az egyik az iPhone-t az 400 nem tudom hány ezer forintjával, hát azt keresztbe röhögöm őket. Annyi pénzért. Ja és várjál, ugye a Xiaomi az a Mimix 300-nak vezetéknek jutott, ott a Samsungnál kapod a töltőt, fülest ilyenek. Na várjál, úgyis ugye a Samsungnál meg a Xiaomi-nál is a töltőfej egy gyors töltő, és ugye bekapcsolod a telefonon. Na várjál, az iPhone-nál megveszed 450-nél a legbaszóbb izét, X-eset, bemész, hogy hallod, az X-es maxot kérem, tessék itt van, és a gyors töltőt külön veszed meg hozzá valami 50K-ért. És mindenki így röhögött, hogy jó. És akkor általában ebben mindig az van. Mindig, jaj, mindig az iPhone fikázza, nem fikázom az iPhone, csak valahogy azt mondanám, hogy az ötesség volt valami egyéniség a telefonokba, meg majdnem tökéletes rendszer, utána meg így megjelent a hatos, és így tönkrecsesztek mindent. Úgyhogy mondom, utána megjelent a hatos, és a hatos iPhone-t kiadták, 6S-ként, kiadta 7S-ként, kiadta 8S-ként, és akkor így még volt pofájuk. Na, az már tényleg pofátlanság. Igen. Ezt nem akartam így kimondani, de ez így van. Nem mondom azt, hogy a Samsung tökéletes, hogy mert Samsung telefonokat használok. Mert ugyanúgy bennük is van hiba, hogy nem tudnak egy rendszert optimalizálni.
Évek óta az ő szégyenük. Baszki. Baszki, be kellett volna nyomni az ultit. De például ott van a Xiaomi, aki úgy tör fel, mint a talajvíz, és úgy fog mindenkit lemosni a porondról, mint annak a rendje. Nem, szerintem az utolsó jó telefon az iPhone 5-es volt. Nem, a Note 7. Nekem a Note 7, az is egy jó sztori. Ugyan még felrobbant, mert annyira kicsikre vették a cellákat, köztük a helyet, hogy nem volt az igazi. Én láttam élőben a Note-et, egy kijelzővel volt, pici kerettel, előlévő ujjlémet olsóval. Én azt a telefont meg akartam venni, nekem annyira tetszett az a telefon. Utána meg ugye visszonták, mert felrobbant, és kiadtak belőle egy ilyen fan edition-t. Csak azok, hogy Koreába lehetett megrendelni. EBS-re sem tudtam megrendelni, nem szerettem Magyarországra. Annak én meg akartam rendelni. Nekem a design nagyon adta. Annyira bejött ez az S7 Edge-es design Note köntösbe. Hát inkább ott nem annyira lekicsinyítették a cellák közti helyet, mert mindig a cellák között vannak helyek. Hát ugyanaz egyébként. Hát. És ugye ott kicsi volt a hely. Ott elkezdett melegedni a telefon, és így adott neki bőven. Maga a konstrukció, ami jó az akcsőt lesz, mert szerintem kurva jó telefon volt, jó hardware-rel, jól kinézettel, csak elcseszték. Mi van, baszod? Oda figyelj, puk! Ennyi. Kilenc, ó, nem is rossz. Kicsi élet egy után jött a taxi, és mai napig működik neki. Mint egy tablet, mert az összes Note 7-et leszették a hálózatról. Akármit csinált vele a csak. Hiába teszel bele a SIM-kártyát, bármit csinálsz vele. Amit, hogy lenne egy iPodod egyébként, egy iPod tárcsod. Amiben ilyen nincs a SIM-kártya, azt ennyi. Úgyhogy összes leszették a hálózatról. De úgy összes Note 7-et visszavonták, meg minden, úgyhogy bukó volt az egész telefon. Na mondom, a Fan Edition-t azt meg akartam rendelni, csak Koreában volt. És IBM meg akármennyire izé eladónak írtunk, hogy szállítsa meg, küldje Magyarországra, fizetjük, nem küldték. Nagyon tetszett annak a dizájnja. Ja, és az az első Samsung a USB-c, mert pont úgy volt, hogy az S7 egy után jelent meg a Note 7. Kurvára bejött. Iris scanner benne mindent, nagyon fullos volt egyiket a telefon, meg dizájnban is azért ott volt a szerem. A Note 8 tetszett a dizájnja, de úgy nem, az S8-ot választottam, mert az pont olcsó volt. Kell csinálni 80-asra például. Red Bull-szal. Na, nem már menjünk random. Nem random. De be maga az a vicces, hogy bármelyik telefon nézem, régebbi androidos telefonomat, bármit. Eltelik a 2-3 év, és olyan szinten belesülhetsz, akármit csinálsz vele. iPhone, Android, tök mindegy. Előveszem a 4 éves Lumia-mat, az ötös, még egyszer mondom, 512 MB-ra. Még egyszer mondom, 512 MB-ra van benne. Ezt képzeld el, hogy 512, ami így loafing. A 8.1-es videós, szó nélkül fut rajta. Bármelyik, bármilyen alkalmazás. Nem tudom azt, hogy érted, milyen alkalmazás. Hálózatról úgy szedték, hogy GSM-en nem tud kommunikálni, se 4G nincsen benne, se LTE, semmi. Nem, hiába beletetőzni, hogy nem kommunikál. Öltek a Tesco-ban. Hát tudom, hát akkor vettem meg, hát Danika mondta, még ő hívott, hogy menjek el, míg a csáv úgy húzta ki hátulról a raktárból. 8200 valahány forint volt.
De mai napig ott van, működik. Holnap meccsen van. Rendben, sok sikert holnapra, csőcsőjük, kösz, hogy itt voltál. Strand kézilabda. Aj, szegény, jaj. Nos, hogyha ennyien fogunk lenni streamekbe, be kell kapcsolni majd a tabletet, azt be kell tenni ide chatnek. Meg is jó szintűek vannak. Amúgy, ha minden jól megy, lehet, hogy hétvégén, hát vasárnap. Össze fogom tudni rakni a 10-20-at. Reménykedek benne. Már hiányzik fotózásra. Tűcsön nekem sötét módban. Nekem sötét módban használom. A Streamlabs is nekem sötét módban van. Messenger az általában a telefonon fehér szokott lenni. Ez a csáva, ez nem tudom kicsoda, de nagyon tolja neki. Nem jött be. De például nekem a telefonom nem, semmi nincsen sötét módban. Egyedül nekem Lumián ott ugye minden sötét. Az alap. Ó, baszk, ennyi közel van hozzám. Azt a kurva. És te milyen telefont használsz, Demon Bear? Csáma, ennyire meg tudsz szivatni. Csamcsunk. Jó, tényleg esélyt, és bocs, elfelejtettem. Ne haragudj. Jött 2017. Ja. Az esélyt, hogy ez írtad azt, hogy tetszik. Csajszár karcimát.
Ja, a kijelző csör meg tudom, hogy kurva drága hozzá. Hát igen, 66 ezer forintot a telefon nem ér. Már bocs. A francban nem vagyok olyan gyors, hogy a csávot leszedjem. Ki ez a zöld csávó? Már nagyon érdekel, hogy kiléte. Csak számolt ki, csak számolt ki, eladott töröttem. Hát ez mi baszod? Hát fejbe találtam! Csap ki a Rainbow-t. Hallod? Sledge elleni kalapácsot a fejébe, bum a fejébe. Kód 2-ben nem felejtem, mert volt egy olyan magyar szerver, hogy fejest lőttél headshotot, és akkor be volt vágva a hanszát, hogy bumma fejbe ott vagy haver. Ez a ki a tököm? 9-szer ölt meg. Csak 9-2 nekem köszönhet. Jó. Eladod a telefon, szerintem 30 környékén töröttem, meg azt a 65-et, amit rákötölne, 100-ból veszel, hogy használtan egy S8-at, ha nagyon ügyes, hogy veszel egy S9-et. De S8-at már veszel belőle. Újabb rendszer, 9.0, Vanui, ami tényleg kurva jó. Tényleg kurva jó a Samsungban, tényleg a kalappal előtte, pedig általában fikázni szoktam őket. Kurva jól sikerült. Nagyobb kijelzőt kapsz. Szebb színekkel, na csak sikerült kimondani, USB-C, jobb kamera, meg mindenféle fosság. Én az S6-ot nekem, én az S6-ot meg az S8-ot is betörtem. Az S6 az berepett anyaghibával. Akkor megszólt csinál, hogy 80 ezer forint a kijelzőt, és mondtam neki, hogy mondom anyád. Sembe beveszik. Ha gyorsan akarod elpasszolni, szépen GSM-t, ott nem adnak érte annyit, meg kell keckedni fognak. Facebookon izé felteszed Marketplace-be. Ezt annyi. Annyi, hogyha egy jó tippet ajánlok, szemétládaként, hogyha van barátnőd, akkor barátnőt hirdeti meg, és barátnőt fogja eladni. Mert egy nőtől hamarabb jobban megveszik, mint egy férfi. De csak én sugom neked, ha alkan, mint barát egy jó barátnak. Én 6 GSM meg mennyibe? Adnak érte egy 15-öt maximum 20-at. Mert ott ugye direkt ő is fogja bevenni, hogy tudjon rajta pénzt keresni. Vagy ő azt mondja, hogy ezt a töröttet nem fogja bevenni. Ez reálisabb. Én GSM-es lennék, de csak magam működni, én biztos nem venném be. Vagy annyira olcsón venném be, hogy nekem megéri, hogyha más megveszi. Franc, hogy meg kell tőlük kérdezni. Az, hogy ez a shifty tuning izé kijelző csomag azért nem jó, mert kép, hogyha elválik a ragasztó, hiába akármilyen ragasztót be Johnny-znak. Megfelel 10-20, szerintem oda mész hozzájuk, visszat papírt, minden cuccot nekik, azt... Mert én biztos nem kérnék 65 ezer forintot egy olyan telefonra, ami mondjuk őszintén egy 3 generációval van.
Most látszok a csatom. Mondom nekem, én az S8-ot is betöltöttem a sarkát, én úgy jöttem, hogy meg se csinál. Pont a sarok tölt be, nem is csináltattam meg. Nem zavart, úgy jöttem, hogy ott rohadjon meg. Nem, a Note 9-re nem adtam, amikor már megvettem hozzá a hajlítóstokat, mondom, nekem bemelsz tőlni, szívinfarkt is kapok. A lumiák meg, ami dobálást kapnak, baszki. Pfú, és egy is se törlő. Egy lumiát sem tudtam összetörni. Télhonnan vettem. Jaj, hagyj el a Telekomnál. Úgy utána őket, mi a rossz baj. Garancia papír van. Erre meg tudod, mit mondok neked? A garancia papírt az csak azért, hogy az eladás nagyon jól hangzik. Amúgy meg sem értem, mint sem, mert ugye már törött a készülék, akkor már a Telekom azt mondja, hogy... Te velem vagy, baszod. Vagyok és én szeretem 20-as után, a 70-es is. Én telekomos voltam nagyon hosszú ideig. Tudja, a család révén meg minden. És csak egy aranykártyás, meg mit tudom én már mik voltunk, már voltunk mi már minden. És nem az, alig adott kedvezmény, meg semmi. Még nálunk olyan rohadrága volt a csomag, így a családi csomagba kezd. Vagy így ültem el, akkor rohadjatok meg. Sepetnünk a izéhez, a Telenorhoz, a számhordozást, úgyhogy 30-as számot vittük át hozzájuk. Nekem tetszik az a hipernetes cuccos. Elcsöztem. Tetszik a 100 giga, meg minden, én meg vagyok elégedve a Telenorról, én. Nekem bevált. Két év hűség után. Baszki, ez egy-öt. Bárom a telefonékért. Azt a kurva! Olyan drága a csomag vagy a telefon, mi a franc? Lászom. Azt a kurva, az nem kis összeg. Kézzel 21-ben. Milyen telefont vettetek neki? Ilyen drága, hogy a csomag ennyire drágítja meg? Korlátlan nagy beszélgetés. Ja. És jó drága. Csá. Eszi pluszot kapott. Ja, bocsánat, én kérek elnézést. Először napjára. De jó dolga van. Három napja volt szülinapja. Ja, boldog szülinapot neki utólag. És milyen szimpa zöldbe? Az a smarag zöld vagy fekete? A zöldben láttam, ez a kurva jól néz ki. Egy fekete, aha. A feketében se csúnya.
Én a fehér. Én a Note 9-et izibe akartam megvenni. Fehérbe, GSM volt, de mindent körbejártam és nem volt. Volt a izénél a lila, meg a kék. Hát valahogy lilát ezt nem akartam választani. Ja, meg várjál. Egyedül talán a fekete tele, a fekete Note 9-hez van fekete S-pen. A lilához, meg a kékhez ilyen sárga arany izét kapsz. S-pent, ami elég menő. Ez nem adta ki. Ma pedig egy kicsi hiányzott. A franc gondolta, hogy ott van. Ezt megnézem, baszki! Hát ez nagyon kemény! King player. Ott vagyunk az a negyedik hely. Ú, baszki, majdnem meg lett volna a harmadik hely. Picsába. Még van, szerintem gyorsan elmegyek és dobok egy bioszünetet. És aztán folytatjuk tovább egyébként, mert még egy majdnem másik óra hátra van.
Deathmatch. Pattintsuk neki. Hol vagyunk? Ide gyors, ezt kéne hozni. Igen. Rudigeri? Nem, szerintem... Rudi már elköszönt, szerintem Gergőke meg... Nem hiszem. Meg lehetett volna a bölké, de nem. Nem akarta. Akkor így este 10 környékén megfagyatkoznak az emberek. Hol a probléma? Aha, igen. Nincsá. Köszönöm szépen a osztalást. Próbálok osztani. Nem a száma lényeg, hanem az elv. Köszönöm szépen. Nézd, akkor persze, hogy meg. Kíváncsi vagyok azokra az éjszakra. Na, azokat megnézem. Hát ez nem jött be. Holnap szerintem a State of Decay lesz, hogyha érdekel, az a baj, nem is töltöttem ki a menetrendet. Szombaton nem lesz stream. Ja, mert... Figyelj, én szeretem ezeket a Rainbow Six-es izéket, jó pillanatokat. Mindig a montázsokat szoktam nézni egyébként, Instagramon is, meg YouTube-on is, azokat azt szeretem. Ez fájt. De szombaton ugye nem lesz stream, mert szombaton ilyen autós találkozóra megyünk, meg minden. Meg szombaton ilyen... És vasárnap meg Forza lesz. Nem tudom, hogy téged ezek így érdekelnek-e vagy valami, csak így mondom. Meg jövő héten inkább ilyen... Faszki, ott volt lent, észre se vettem. Nagyon rostatunk van. Szemetek.
valami nem jött be. Menjünk erre. És ott van fent a szemétláda, azt mondtam, hogy ez az a pont, ahol úgy tudnak kiszedni. Hét-tizenkettő, nem már, gyerünk. Ezt a meccset, ezt nagyon buktuk. Azt a kurva. Le a kalaptól. Zellás, White Noise, egyből szépen nekik eszembe jutottak. Team deathmatch. 341-es. CDP, get
Érted, first skill, ennyi. Csak nem nekem. Szerintem ezt YouTube-ra felteszed, sokan fogják megnézni. Akkor szinte le a kalap előtt, tehát ez nagyon komolyak. Nekem az eldás tetszett a legjobban. De ez a tacsankás is... Na, de ilyen ebből nem lesznek ilyen napi szintű dolgok. Ezek mind... Tacsankás is Ronkedben volt, vagy az nem? Aha. Ja, jó van. Csak közben az, hogy nézem itt az adatokat, hogy mi van. 10 levezet rincsik közt. Olyan szépen be tudják ezek hozni. Van fiam. Hol a középen, vagy hol a... Hostile UAV above. Mit akartod? Ezt kempelni gondolom. Hello. Nem jött be. Nem hallott meg? Nem. Szerintem annyira a sniper a koncentrált. Mert ezek meg ketten. Vagy nem néztem akkor. Nem tudom, szerintem csak simán kezdő volt. Ilyet nem hallani. Kilencötös, tehát a lényeg. Ha?
aki beszívta. Most ők szivattak be engem. Csúnya volt. Úgyse nézik, gondolom. És megint nézve odafut. Szó nélkül nem baszakszik, odafut és csá. Wow! A taktikám fordítva nem jött be. Ó, húzzam a francba! Nézd, ma ők vezetnek. Kezd fogyni a cérna. Hostile UAV above. You're letting down the pact. Hát de... Nem, úgy érzem, most sokáig bírom. Ah, kikaptunk. Négy vagy öt meccs belefér, aztán 11-kor, vagy 11-5 perc, szerintem lépek. Mert jó, ma már még letolok egy utolsót, és szerintem már elköszönök. Ez ernyi dolog. Még igazából elfáradtam. Nem. Ma filmet akarok nézni, még, mert nosztalgiázok, Bad Boys egyébként. Közben megszerkeztem még a tegnapi videót, meg felteszem YouTube-ra. Felteszem YouTube-ra, közben filmet nézek, meg telefonbuzálok, meg ilyenek, úgyhogy el leszek szerintem.
Akkor fel kell készülnöm a munkára szokás szerint. Alvás is néha kell. Mondom, baszka, hogyha ennyien leszünk, akkor mondom, be kell kapcsolni a tagot a chat miatt. Mondom, valószínűleg tudod, hogy kérdez, meg tényleg a menetet is beírom, meg a jövőt is beírom akkor már. Annyira a jövőt is így megálmodtam, hogy mi lesz. Csak azokom is, hogy jövő héten. Valószínűleg, azaz. Csak jövő héten lesz szombaton is. Most szombaton nem lesz, nem, és más lesz. De jól néztek ki. Nem, még le akarom még frissíteni még a két gépet, mert a hatköltő. Bizonyám, és ezt kemény, hát szombat, pont szombaton nem lesz egyébként, de pont szombaton lesz, hogy fél éve streamelek, és fél év alatt 56 embert tudok összeszedni. És próbálkozok. Na mondjuk, hogy itt vagyunk 3-4 aktív nézővel, lassan meg lesz az érdekes tázus Twitch-en, és akkor legalább felkerülök a listára, hogyha mondjuk tudom, hogy adott játékra magyarként valaki rákeres, engem kurvára nem hoz ki ott, hanem valahol a lista alján vagyok. Nem vagyok érdekel a csatorna. Team Deathmatch. És akkor az, nem játszok betörőjáról. Régen PUBG-ztem, maximum Fortnite lesz a verokkal, de úgy nem szeretem a betörőjáról. Miért egyszerűen annyira nem a skillről szól, hanem, hogy milyen fegyvered vagy, vagy valami, úgy nem. Nekem a PUBG is addig teszettem, hogy ki nem jut az 1.0. Ki jött az 1.0 után, nem is játszottam vele. Meg ott is mindig squadba toltuk haverokkal. De most már fizetős, nem? Hagyományos betörő, jó, akkor ránézzük. De baszki, életed nem maradt. Mennyi kedvencem, most nem is tudtam. Azaz, ketten ott vannak, pont nem lehet őket belátni, kis kemper szemetek. Ez is jó pálya, ez is nagyon adom. Megint itt van az urálos csávó. De miért ketten jártok? Mi van? Féltek egyedül? Vagy mi van? Csak ketten vagytok vagányok? Elrántani. Nem, szerintem már kezdek elfáradni, vagy elfáradtam, vagy nem tudom, ezt a kört nagyon nem adom.
elfáradtam. Az mi? Ó, még úgy lövöldöz. Hat tizenegy, gyönyörű statom van. Ez nem jött be. Jó van, jó van, jó van, ez az utolsó meccs azután. Az utolsónak kellene széltnek lenni, eljárt meg. Borzalmas. Pedig majdnem megvolt. 914. Na most meg vagy te szemétláda. Most kellett volna benyomni. 13-15. Nem baj, de hozzuk vissza a statunkat, az a lényeg. Szemétláda hátulról. És jól adom az utolsó, mi? Az. Bum, telibe.
Szerintem mára ennyi lett volna. Ugye, mondjuk ördögtől, és holnap State of Decay, szombat szünet, vasárnap Forza. És vasárnap lesz a Merci az új, az X-osztály. Arra gyúrunk. Na jó, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, találkozunk legközelebb. Csöcső!